Töp-töp. Na, hát így sikerült megoldanom, remélem megfelelő lesz a fogyasztásra. Egy kicsikét, egy iciri pincurit, azt hiszem lehet... Aha, úgy. Úgy, még egy kicsit. Hogy lejjebb húzzuk a hangot ennyire, rendben. Backseat-eléssel kapcsolatban fontos info, mi az a backseat, teheted föl a kérdést magadban. Ne segíts a cseten. Nem kell érte téózni, semmi gond, mert tök fölösleges segíteni a cseten, hogy ezt csináld meg, azt csináld, ne száj. Ha elakadok, akkor így ki fogok nézni rátok, hogy cset, léci, segítsetek, elakadtam. Amíg ez nem történik meg, mutatom még egyszer, segítsetek, cset, pingvinek, elakadtam. Amíg ez nem történik meg, tök fölösleges írni a csetre, hogy mit csináljak, mert úgyse azt nézem, hanem ide figyelek, és megzavarjátok a többiek beszélgetését. Úgyhogy kérlek, ezt tartsátok tiszteletben, úgyis el fogok akadni, mert béna vagyok, és úgyis lehet majd segítenetek. Nyomj a startra! Nincs mi. Artis, haver, köszönöm szépen. Jaj, basz meg, de hülyék vagytok. Köszönöm a segítséget. Na, második adás idén kezdjük. Egy kis művészet anyuci kedvéért. Ma anyák napja van, így anyuci kedvenc kisfia valami igazán különleges dologgal kíván kedveskedni a drága mamusnak. Talán nem örülne egy cuki fényképnek, amit kirakhatna a kandalló fölé? Vagy talán egy szép festménynek? Hát egy őt mintázó szobornak? Esetleg egy csecsebecse házi készítésű vázának? Miért írtak kettő kérdőjelet? Tehát, hogy mi ez, bazd meg, Facebook Messenger? Na, mindegy, elnézést kérek. Érdekesen van fordítva a játék. Bármi is készül ajándéknak, a szomszéd nagy zaj csapva ügyködik rajta. Woody pedig nem bírja ezt túl sokáig elviselni. Kamera indul! Kezdjük! Megtörténik! Hihetetlen izgalma közepette. Már itt is vagyunk. Csupán 15 percet kellett erre várnotok, de a pokoli szomszédok legújabb epizódjában hősünk már be is vágtak. Még egy kicsit halkítsak a zenén. Igenis, srácok. Igenis. Tessék. Így jó lesz? Remélem. Na, loot. Először mindent vegyünk ki. Szerszámkulcs. Jó. Kutassuk át a fürdőszobát, utána megnézzük, hogy mit csinál ez a jó ember. Azt mondja, hogy foltisztító olló. Gut. Bújjunk el a szökrénybe. Vagy várjál, itt üzenőtábla. Aha, üzenőtábláról levettük a rajszögeket. Jó. Na, bújjunk el, azt nézzük meg, mit csinál ez a szerencsétlen. Igen, itt köcsögözik. Ezt se tudom sajnos szebben mondani. Hát köcsögöket készít. Itt szobrászkodik. Ízléses módon az anyja melleit kalapálja. Így már halk. A rohadt életbe, pingvinek. Mit csináltok? Hangosítsak rajta, vagy maradjon így? Vagy én ne kiabáljak? Mind a kettőt lehet javasolni. Igen, papagáj. Erre majd vigyázni kell, hogy ne ébredjen föl. Itt fönn fest. Hány emeletes háza van ennek egyébként? Ez valami politikus volt? Vagy honnan van ennyi? Ilyen méretű házra hely neki. Kicsit hangosítsak, jó van. Egy. Here we go, money talk. Jaj, jaj. Hello, főnök, ezt egy új fülszörnyíró. Déljobulást nekünk, mert mikor jó megfázni, ha nem nyáron. Livi, köszönöm szépen a támogatásodat. Köszi, köszi. Veszek új fülszörnyírót belőle, mindenféleképpen. De az orrszörnyírót a fűre is lehet használni. Jó, srácok, nagyjából láttuk, hogy milyen utat jár be a kolléga. Nem lesz egyszerű egyébként. Mert rohadt kevés időt köcsögözik például, vagy agyagozik, ahogy ti mondtátok. Igen, itt sokat kalapálja a mellét. Jó, jöjjünk föl a konyhába. Töp-töp. Azt mondja, hogy
Itt van egy banánhéj, azt gondolom jól fog jönni. Igen. Hát itt más nem nagyon van. Jó, rontsuk el a gépet kezdésnek, nem? Azt hittem a szerszám kulcssal ezt kell elrontani, nem? Hát, érdekes. És még nem merek átmenni, mert mindjárt jön ide. Á, a hűtőt? Hűtőt nem lehet átkutatni, jó? Adjuk el a helyszínt. Akkor vajon mit lehet a szerszám kulcssal csinálni, hogyha nem a gépet rontja el? Lehet, hogy a fényképezőt kell vele elrontani? Lehet. Ezek költői kérdések, ne válaszoljatok rá. Mit csinálják a papagájjal? Egy jó foltisztító, az jó lenne a papagájnak. De akarok még gyűjteni dolgokat. Nyisd ki az üvegcsét. Nyisd ki az éjjeli szekrény. Nagyon gyorsan mozog ez a paraszt. Bocs, hogy ilyen csirke vagyok, de ez rohadt nehéznek néz ki ez a pálya, mert nagyon kevés időt tölt el. Bizonyos helyeken. Menj föl, Woody, gyerünk! Amúgy ezt most elbasztam tutira, de hogy... Igen. Éjszekrény üres. Ó, bazd meg! Ez nem jó! Ne! Kurva életben! Semmi gond, meg kellett néznem, hogy mennyi idő alatt ér föl. Muszáj volt kipróbálni az elején. Remélem, így már jó a hang, az a lényeg. Serterius Gaming, köszönöm szépen! Bár nem kértem segítséget, de jogos, semmi gond, nem haragszom. Az ágy alatt is el lehet bújni. Kösz a tippet, srácok. Ezt nem tudtam. Jó. Na, gyorsan gyűjtögetés. Na, így azért könnyebb lesz. Így azért könnyebb lesz. Igen. Akkor rajszög. Vagy mi az? Nem rajszög ez, vagy rajszög? De rajszög. Nem úgy rajszög, hogy raj vagyok, tesa, hanem rajszög. Gondoltam, ez fontos tisztázni. Úgy. Banánhéjacska. Egyébként 7 darab csínt kell csinálni, az nem olyan sok. Így első szaglásra. Remélem, itt a konyhában már nem kell semmit elrontani. Pedig bazzeg, ezen kéne a szerszám kulcsot használni. Azaz! Az előbb miért nem akarta használni a szerszám kulcsot? Na jó, leraktuk a banánt, meg elcsesztük a gépezetet. Gyorsan addig föllopakodunk. Kíváncsi vagyok, mi lesz a gépre. Nice. Oké. Üvegcse. Magnézium por. Mire jó a magnézium por? Éjjeli szekrényben nincs semmi. Elbújunk az ágy alatt. Akkor azt mondja, hogy van egy festményünk. Gondolom, a foltisztítót kell a festményre fújni. Aztán olló. Az ollóval el lehetne vágni itt egy zsinort, és akkor nem működne a gépe. Magnézium bor. Azt egyre nem tudom. Jó. Azt mondja, ez megvolt.
Hogy rázza neki? Nagyon kemény a csávó. Ja, ott használja a magnéziumport a fényképezőnél. Ez nem tudom mit fog csinálni, de mindegy, rontsuk el a festményt. Igen. Rajszögeket, tök mindegy hova rakom, nem? Nem, nem mindegy neki. Na lássuk! Fölszívja a magnéziumport, vagy nem tudom mire használja a csávó. Ja, még kimegy festeni. Akkor addig lemegyek. Gyerünk, Woody Speed! Nem tetszett neki a festmény, hát ez szomorú. Oké, pózolgat, kirakom a rajszöget, nem rakom ki a rajszöget. Azzal lemaradtam a magnéziumporról, mit csinált vele? Mit csinált a magnéziumporral? Édes Istenem. Hogy állunk? 4/7. Akkor azt mondja, hogy van a rajszög, azt lerakjuk ide, a szoborhoz. Ja, itt a kismadárnak ajzéjét kell elvágni az ollóval, jó? Az 6, akkor még egy valami mindig hiányzik, úgyhogy arra még majd rá kell jönnünk. Jó, gyerünk föl. Ide se jó a rajszög, hát mi az anyámat akarsz? Lábtámaszra? Nem, oda se jó a rajszög. Hát beleszúrjam a papagájba, vagy mit akarsz? Édes Istenem. Mindegy, megvárjuk, még lejön a koma. Gyerünk, Woody. Hű! Necces volt. Azaz. Gyorsan elvágjuk a kis madárkát. Már hogy nem a madarat vágjuk el. Na nem értitek. Jaj, bazd meg, elkések, gyerünk, Woody, mász be, Woody! Nyugi. Megoldottuk. Jó. Azt írjátok, hogy a rajszög a kis székre kell. De hát arra próbáltam rára. Ja, hogy a segébe kell a rajszög. Értem! Értem! Hát mondjuk logikus, igazatok van. Sem, Woody. Tényleg a postaládában nincs valami? Nincs. Jó. Vagy. Valamit a madárral kéne még csinálni. A madár szarral nem lehet? Nem. Jó. Valószínűleg így is úgy is spamelni fogjátok a chatben, hogy mit kell csinálni. Úgyhogy lássuk. Á, a szobornál el kell rontani a széket. Oké, és köszönöm szépen, srácok, a segítséget. Thank you. Ez lehet, hogy erre nem lesz idő. De mert... Beleült. Nem, ez ne... Riasztott a madár! Nincs semmi gond, főnök! Semmi gond! Semmi gond nincsen! Imádom a szomszéd hangját egyébként. Zseniális. Gyerünk!
Gyerünk, Woody! Azt mondjátok, láptámasz. Mit csinál vele? Kicsavarozza, vagy mi? Nem tudom, mit csinált vele, mindjárt kiderül. Success! Szép volt Woody, szép volt Pigvinek, köszönöm a segítséget. Tudtam, hogy nem fogjuk backseat nélkül megúszni, de semmi gond, akkor felülünk a backseat hullámára és közösen játszunk. Semmi gond nincs ezzel. 2200-an vagytok, édes Istenem, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki itt van. Meg köszi a sok follow-t. Respekt, srácok, köszönöm szépen. Na, lássuk az utcsó csínyt. Igen. Ne, szegény szobor, ne! Hát jó, 88%, hát nyilván lassúak voltunk. Azért ez a Woody, ez egy igazi köcsög, nem? Tehát, hogy nyilván ez a szomszéd is egy utolsó paraszt, de azért ez a Woody, ez nem tudom, ez egy valami helyi vagánygyerek, vagy én nem tudom. Hogy érted, a csávó föl kell, ezt reggel az első dolga, hogy megszopassa a szomszédot. Jaj, tényleg, még valami, srácok, ezt elfelejtettem a sztorizgató time-ba mondani. Figyelem, ez nem egy szponzorált, fizetett hirdetés. Csak akartam szólni, hogy most már official megkaptam a Gíres 3-amat véglegesbe a Samsungtól, ami nem volt része semmilyen dealnek, úgyhogy innen is köszi a Samsung Magyarországnak, úgyse nézitek. De yes, megkaptam az okos órát véglegesbe, úgyhogy happy papi vagyok. Tök jó, tök jó. Ezért jó hosszú távon dolgozni cégekkel, nem pedig kurvaként ugrálni mindenféle szponzorációktól jobbra-balra, hanem így hosszú távon működni, mert ilyenek vannak, szóval király, tök jó fejség volt tőlük egyébként. Ja, úgyhogy gondoltam, már elmondom nektek, mert... annyit beszéltem róla, hogy tényleg mennyire szeretem ezt az órát, és csak most onnan jutott eszembe, hogy folyamatosan küldi az értesítőket nekem, hogy éppen miről maradok le az internet világában. Szóval, ja, sikeresen becsortam, ennyi a történet lényege. Jól van, menjünk tovább. Elkezdek már videózni, és eladom magam én is. Marci, hajrá! Mindannyian eladjuk magunkat 200 forintért a kínai piacon nyugodtan. Na, következő rész. Egy szép napos délelőtt. Ja, és lehet, hogy lesz még egy Samsung deal, aminek egy kis része Twitch-es lesz, de nem lesz így Twitch-en reklám, meg semmi, csak valószínűleg egy banner lesz, de még nem beszéltük le, de annyit mondok, hogy van a Samsungnak egy geci jó gaming monitora, ami hajlított 144 Hz-es. Na mindegy, majd erről akkor beszélünk. Hashtag Nesselout ikon, de fú, nagyon jó az a monitor. Majd meglátjátok. Ez sem volt fizetett hirdetés. Na, egy szép napos délelőtt. Mi lehet csábítóbb egy ilyen csodás délelőttön, mint lebarnulni a napon? Rögtön fogmosás után a szomszéd tábort ver az erkélyen. Ám a kedvenc virágja, Suzy, gyakori locsolást igényel. Tehát, hogy nedvesítenie kell Suzyt. Erről szól a történet. Hashtag family friendly. Ez pedig Woodynak számos alkalmat nyújt, hogy a gutát hozza a szomszédjára. 6 csínyre lesz szükségünk. Jupp! Nyomjuk! Ja, a Samsung monitor dolgot nagyon élem. Az nem is ilyen előre tervezett dolog volt. Ez konkrétan... annyi a történet, hogy a Samsung Twitterén láttam, hogy van egy kurva jó gaming monitora a Samsungnak. Aztán szóltam nekik, hogy... úgy gyorsan, Woody! Ne Samsungozzál, ne szállj, nem fizettek ezért a streamért. Szóval mondtam nekik, hogy... hello, főnök! Nem lehetne valamit biznicelni a monitorral? És kitaláltunk egy rohadt jó dolgot. Majd meglátjátok. Na! Nézzük, mit csinál a szomszéd. Elment Woodyra. Most elmegy kávéért. Igen. Á, imádom a hajlított monitorokat, nekem most van először ilyen.
Már nem mondom ki a márkáját, mert kimondtam háromszor, és nem fogjátok elhinni, hogy ezért senki nem fizetett. De igen, ez is az a márka, ez a monitor. De ezt vettem magamnak. Iszik egy kávét, aztán egyből kimegy napozni? Igen. És bele lehet pisálni a naptejbe? Vagy ez nem family friendly? Azt nem lehet? Ja igen, és ja, nem is ment akkor budira, csak virágot locsolt? Nem figyeltem. Így behúgyozok ettől a hangtól. Ja, de megtölti a kannát. Vagy mi? Bocs, most teljesen elbasztam. Hol van a kannája, vagy mit csinál ez? Ja, hogy visszavitte föntre az öntöző kannát. Ja, és közben elkészül a kávé, értem? Jó. Jó, rájöttem, oké. Tehát fogat mos, fölrakja főni a kávét, kimegy napozni, lejön locsolni, visszaviszi a locsolókannát, és utána megissza a kávét. Aztán megint megy fogat mosni, vagy nem, előtte napozik. Jó, megvan, megvan a pingvinek a menet. Nagy lootoljunk, kőkeményen. Oké. Azt mondja, egy koszos cipőkefe, hát ezzel nem nehéz kitalálni, hogy mit kell csinálni, gondolom ez lesz a fogkeféje. Jó, hát cseréljük ki akkor gyorsan. Úgyse időre nyomjuk. Orvosságos szekrény zárva, kellene hozzá kulcs. Beszarok. Hol tartja a kulcsot? Ne válaszoljatok. Gondolom a hálószobájába tartja, úgyhogy biztos az éjjeli szekrényébe lesz. Ja tényleg nem vettem le a rajszögeket a tábláról. Azt gyorsan levesszük. Úgyni. Irány a konyha. Szemetes kosár. Igen, egy banán. Basszak, de megijedtem. Gyorsan lefelé. Aztán mi volt? Banánhéj, meg méz. Méz. Ó, akkor ott van egy mékas fönn az erkélyen, oké. Okay. Ezek közben nem kéne itt maradnom, mert le fog jönni. Szóval, a mézet azt kicseréljük a naptejre, és akkor megcsípik a méhek. Igen. A banánhéjat lerakjuk a konyhába. A rajszögeket gondolom belerakjuk a székébe. Oké. Okay. Bazeg, miért siettem ennyire? Hát még bőven jó vagyok. Igen. Banánt lerakjuk. Kávégéből nem tudunk semmit kivenni. Gyorsan fölmegyek akkor most a szobájába. Ne, Woody, ne! Jaj, nem jó! Elfelejtettem a papagájt! Nyugi, minden oké. Okay. Gyorsan. Hű, bazzeg, elfelejtettem a papagájt. Oké, okay, méz a izé helyett. Nem a mézet kell ki... Ó, jaj. Elbújjunk. Akkor a mézet... Ha nem a izébe kell rakni. Virágfő. Nem tudom. Ott van valami papírfecni. Lehet, hogy mellé kattintottam. Hát csak a izébe kell a mézet rakni. Napozó krémbe. Csak lehet, hogy mellé kattintottam. Amúgy még nem mosott fogat? Vagy mi? Miért nem történt meg? Jó. Jó, elesett. Na, ja, csak mellé kattintottam, jó. Beleraktuk a mézet a napozó tejbe. Vagy mi az naptej? És meg íjjön föl.
Smoke-ás lesz. Addig Woody-val elindulunk lefelé közbe. Úgy. Beleült a hülyéje. Most figyeltem a papagájra. Na nézzük a méheket. Nem, még nem kente be magát? Na várjatok. Jó, kinyitottuk a izét. Gyorsan, gyorsan, Woody, gyors, speed, Woody, speed! Be a szekrénybe, Woody! Jó, mit találtunk a gardróbba? Rovarírtó, vízben oldandó. Oké, okay, akkor ezt föl kell vinnünk a kannába beleönteni. De hogy nem mosott még fogat? Igen, még ott fönn van virágföld is egyébként, azzal is kezdeni kell valamit. Elég kevés, ez így még kevés. Töröp, töröp, töröp. Töröp, 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 töröp. Gyerünk fölfelé, Woody! Szépen lopakodjál fölfelé igényesen. Úgy, finoman, azaz. Gyorsan bújjál el. Szőnyeggel nem lehet valamit csinálni, nem? Na most meg el fogja vinni a kannát, mi? Ah, ezért nem csinálom időre. Mire rájönnénk, megöregszem. Igen, elviszi a kannát. Akkor nekem kell a virágföld. És a virágföldet belerakjuk a kávéba, és utána fog fogat mosni. Értem. Rájövök én magamtól, nem vagyok én fogyaték. Jó, az vagyok, de na. Oké. Megvárjuk, míg visszahozza a kannát. Hogy állunk? 2/6. A fogkefével 3/6 lesz. A kávéval 4/6. A gyomírtóval 5/6. És akkor valamit kell majd még csinálni. Nem tudjuk szimplán tönkretenni a kemping széket? Az azért mókás lenne. Oké, gyomírtó. Megvárjuk, míg lemegy. Menjél csak. Azaz. Gyerünk, Woody, action van. Azaz. Vagy a napernyő. Azaz a napernyő. Yes. Okés. Zsír. Akkor így megvagyunk. Töröp, töröp, töröp. Látjátok, rájövök én. Rájövök én. Csak eltart egy darabig, de megoldjuk. Jó, hát most basszakodni fog, úgyhogy lesz időm lemenni. Gyerünk, Woody. Ja, értem. Értem. Jó, most esett le. Hát eddig azért nem kente be magát naptejjel, mert nem volt összecsukva az ernyő. De hülye vagyok. Hát napernyő alatt napozott. Édes Istenem! Miért napozott napernyő alatt? Vagy csak pihent? Vagy mi a fasz? Jó, leesett. Csak most csípték össze a méhek. Jó. Elnézést, lassú vagyok, jó? Növény elhervadt. Hát főni, ez ilyen. Kicsit le vagyok ma lassulva, jó? Árnyékozott, az. Árnyékozott. Igényesen árnyékozott. Na, menjél fölfelé. Úgy. Azt mondja, kávédoboz. Úgy van, Woody. Tegyed szépen bele. Nagyon ügyes vagy. Elvileg készen vagyunk. És csak várni kell. Várni kell. Igen, rip Suzy, rip. Rip, szegény Suzy. Elvesztette a nedves itendő barátját. Ez egy megható történet.
Én kezdek a szomszéddal pártolni egyébként. Tehát, hogy a csávó csak éldegél otthon, és jön ez a köcsög, és tönkre teszi a napját. Minden egyes nap, nem? Ez egy hashtag én a szomszéddal vagyok. Ennyit szeretnék mondani. Megissza a virágfőnök. Irány a fogkefe. Szegény. Még fosnia is kell? Nem, csak fogat most. Nice. Woody dance. 6/6. Királyság. Ez tök jó volt, ez tetszett. Tetszik, hogy így kezdenek váltakozni azért a dolgok alapvetően. Ez tök jó. Miért lett Firex a nevem Twitch-en? Ezt mindig megkérdezitek, de a YouTube csatornámnak is Firex a neve. Mármint, hogy a linkje. A Nessai az foglalt volt mindenhol, úgyhogy ezt adtam neki. A 3X a pornós múltamra utal. Nem. Azért, mert 1X-el is foglalt volt a Firex. Vagy Firex, vagy FYREX. DM Bimbo kérdezi közben, hogy használom-e az AK Racinghez a deréktámaszt. Figyelem, az AK Racing nem a csatorna támogatója. Ezt már mindig el kell mondani, bazd meg. Olyan sellout világban élünk. Kész, nekem mindenért fizettek. Nem, szóval kérdésre válaszolva, használom, ja, mert mindig fáj a derekam így streamek után, úgyhogy így tologatom magam mögött, mindig beállítom. Azt szerintem jó ez a deréktámaszt cucc. Csak az a baj ezzel a székkel, hogy rohadt drága. És mint mondottam volt, nem ingyen kaptam. Jaj. Bocsánat, orfújás, ne haragudjatok. Zene füleiteknek, ugye? És egész jó bírom ahhoz képest, ami tegnap volt. Ficus cookies? Nincs jó, remek. Öregszel főnök, hát amúgy Jean, az igazság, hogy ez tényleg így van. Igen, meg kell szokni, Bindo, elhiszem, hogy neked nem kényelmes, simán elhiszem, de hát le lehet venni róla valahogy, nem? Igen, régi tauris idők, mor. Nice, vannak még itt ős nézők. Na, dadogok, bazd meg, vagy mi van? Bocsánat. Dobjátok a padlóra le. Meleg teába kis pálinka csodákra képes. Csavok, ja, valamit most már kezdeni fogok vele. Nem tudom, hogy van-e itthon. Mondjad már, van az a sárga por. A tévébe is reklámozzák, és az ilyen finom. Azt meleg vízbe kell önteni. Gyógyszer. Kimondanám a márkát 10.000 forintért, de nem jut eszembe, azért nem mondom ki. Na mindegy, azt szoktam inni, hogyha ilyen van. De van itthon pálinka is. Neocitrán, azaz. A Neocitrán nem a csatorna támogatója, köszönöm. Illetve szívesen Neocitrán, szívesen az ingyen reklámot. De ja, lehet inkább a pálinkás megoldás lesz. A csatorna nem támogatja az alkoholizálást, különösen 18 év alatt. Köszönöm. Szolgálati közleményünket használ. Hallhatták. Forradbornál nincs jobb. Hát forradborom nincs itthon, Sanya, sajnos. Sárga kokai. Vétó. Melyik írta a sárga kokót? Vétó. Laci. Ez egy családbarát adás. Nem az. Na! Haladjunk tovább. Mennyi az idő? Ó, hát plenty of time. Nagyon sok idő van. Mondtam nektek, hogy a telefonom az rosszalkodik? Mindegy, nem mutatom meg, mert... Volt egyszer egy kis malac. Samsung mérges lenne, ha megmutatnám, hogy az esetem problémázik. Nem, úgy nem. Volt egyszer egy kis malac. A szomszéd egy magához illő házi állatot szerzett, egy süldő kis malacot. Hallod, még a játék is köcsök, hát mi alapján malacozod le szerencsétlen szomszédot? Hashtag én a szomszéddal vagyok. Ilyet. Az előszobában őrzi külön disznó olban, és rendszeresen eteti, hogy felhizlalja.
Közben megéhezik a papagája, Chili is, így azt megtömi csípős papagáj Ropival. Hát ez így elég undorító megfogalmazás volt, hogy megtömi a papagáját, de mindegy. Mindeme megerőltető fizikai munka után a szomszédnak elkél egy kis pihenés, így lepihen és horkant. Woody viszont igazán nem tűrheti az eféle lazaságot. Egy tipp, ha a szomszéd alszik a közelében, lopakodnod kell. Ja, ez logikus. 7 darab csíny. Kemény lesz. Nyomjuk. Amúgy a malac az egy aranyos házi állat, a törpe malac. Jaj, de aranyos! Oda néz! Hát milyen cuki! Nincs a komódba semmi, beszarok. Jó, a szomszéd szúnyál. Ilyen aranyos a malac amúgy, beszarok. Jaj, nagyon jó. Na, fürdőszoba. Üres. Ez egy nehéz pálya lesz. Hát addig mászkálok be. Ojjaj, fölkelt. Akkor gyorsan. Igen. Ütő. Jó. Gyorsan elbújok, nézzük, mit csinál. Valami kulcsot vett innen kintről, ha jól láttam. Gondolom a malac ketrec kulcsát. Aha, vesz magához egy kis tejet. Megeteti a kis malackát. Tejjel hízlod a malacot? Hát olyan rohadt kövér nem lesz a tejtől. Mi volt az a hang? Zseniális. Pardon. Oké, malacot megetette. Utána megeteti a papagájt, ugye? És ha én megetetem őket, nem lesznek a haverjaim? Oké, most fölmegy, lerakja a kulcsot, és gondolom alszik egyet. Alszik a kis papagáj. Van fogsora, műfogsora? Ó, hát az kelleni fog nekünk. Jó. Elvettünk egy kis kekszet, csípős kekszet. Meg ugye a hűtőből csípős szószt is. Nem tudom, meddig alszik a szomszéd, most nem merek fölmenni. Menjünk le. Oké, mi ez? Nitroglicerin. Elég vadul hangzik ez a terv. Oké, vannak rajszög, banán, csípős szósz, csípős keksz, meg nitroglicerin. Jó, hogy nem fölrobbantjuk az egész házat. Oké, megy tejciér. Én addig fölmegyek a szobájába, amíg... Ja. Gyerünk gyorsan, Woody. Úgy. Lopakodj, mert itt van Mr. Papagáj. Bazeg, gyerünk, Woody! Here comes the money! Here we go! Money talks! Here comes the money! Az az ember, aki kitalálta, hogy a csirkét a saját meg nem termékenyített petesejtében mártva süssenek meg. Ritka egy szadista zseni lehetett. Igen, ezt ismerem, ezt a viccet, hogy kitalálta ki azt, de tényleg, hogy a csirkét a saját tojásával, na mind, édes Istenem, nagyon durva. Köszönöm a támogatást, Márkó. Most elkezdett csöpögni az orrom. Elnézést. Na. Vissza a csínyekhez. Mit akarok? Nem tudunk elbújni az ágy alatt. Hóbazd meg, ez probléma. Hűtő! Elvettem a kaktuszt. Na várja, először le fogja rakni a kulcsot. Ez most itt ro... Hát, ez... Ez fagd.
Gyorsan, gyorsan lefelé, Moody, menjél lefelé! Azt, azt megbasztuk, megbaszt meg! Megbaszt meg! Ne röhögjél! Nyert végre a szomszéd! Örülj neki! Elnézést. De hogy nem vesz észre a teraszon? De a teraszról viszi a kulcsot, nem? Ó, bazd meg! Akarom mondani a Manóba. Oké, srácok. Kösz. Bocsánat, fogyatékos vagyok. Ne haragudjatok. Mindegy, most már tudom a menetet, most már fölpörgök. Ja, ez üres volt. Igen, hát nagyon tudom a menetet, tényleg. Gyerünk a konyhába. Tempo, Woody. Igen, banánhéj. Igen, hűtő. Igen. Ja, a kulcs oda van fölakasztva. De hülye, egy farok állat vagyok. Édes Istenem. Jó, mindegy. Elnézést. Ne haragudjatok. Elnézést. Az éli szekrényt átkutathattam volna, mindegy. Gyerünk, Woody! Ja jó, ott megy le, jó. Akkor lopd el a chili kekszet, szépen. Igen. Közben tömi a malackáját. Úgy. Jó, éjjeli szekrény. Semmi? Órát nem tudom megbuherálni? Nem. Jó. Akkor kaktusz. Jó sok cuccunk van így. Jó, kaktusz megvan. Rotkós pohár. Belenyúltam az éjjeli szekrénybe, vagy nem? És nem emlékszem. És nem tudom Ne, Woody, te fasz! Majdnem bementem. Kutasd át az éjjeli szekrényt, Woody barátom. Mi történik, ha ellopom a kulcsát? És nem rakom vissza? Na jó, menjünk ki. Át kell gondolnom a tervet, srácok. Jó, próbáljuk ki, hát fasz tudja. Majd most kiderül. Mérges lesz? Nem, nem tudja, hogy mi van. Érdekes. Jó, Oké, a mexikói szószt kell, gondolom, belerakni a protkos pohárba. Igen, ez csak akkor jön össze, hogyha itt a protkó. Akkor azt megvárjuk. Itt álljuk a tervet. Akkor a csípős chili kex, azt gondolom, a papagáj kajájába kell. Igen, te nem tudsz mit csinálni a malaccal. A nitroglicerin, az kell a teljes üvegbe. De minek van nálam a malac kulcsa vajon? Kaktusz. A kaktusz gondolom az ágyba kell. Minek van nálam a kulcs? Csak hogy simán kiengedjem a malacot? Lehet. Jó, akkor ez a terv, srácok. A banánhéjat meg lerakjuk a padlóra. A padlóra le. Lerakjuk a banánhéjat. Jó. Showtime! Kíváncsi vagyok, hol fogom elbaszni, de mindegy. Gyerünk, Woody. Tempó, barátom. Jó. Banánhéjat ide. Ó,
véletlenül nem a lopakodós gombra nyomtam. Jó játékot, Főni! Kösz szépen a sok tartalmat és a szórakoztató streamokat! Itt volt az ideje, hogy támogassalak, mosolygós fej! Iron Paca, nagyon szépen köszönöm, és nyilván! Grabó, a Span, illetve Tróger MC, mind a ketten új feliratkozók, nagyon-nagyon szépen köszönöm a bizalmat nektek, jár a pingvin fej a chatbe, élvezzétek a reklámmentes streamet, használjátok az emótokat, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. Wow, srácok, köszönöm. Na, most széjjel pörgetem ezt a pályát, jó? Nem rontjuk el többször. Kemény vagyok, mint a koporsószög, mint az útszélére fagyott kutyaszar, meg amit akartok. Most megcsinálom végre, köszönöm a türelmet. Köszönöm. Igen, szomorú volt a debelés. Hát, idáig jutottunk. Jó, rajszög. Rajszög gyorsan, igen. Az a baj, most meg kapkodni fogok, és azért rontom el. Mindegy, gyerünk a konyhába gyorsan. Gyerünk, Woody. Igen, banálhé. Igen, hűtő. Igen. Gyorsan át oda. Kémikus készlet. Gyerünk, Woody. Lefelé. Hát még... Nem, még leveszi a kulcsot. Addig meg tudod csinálni, Woody. Gyerünk. Vedd már el, te szar! Istenem. Lefelé. Gyerünk, menjél már lefelé, te szar. Édes is. Jó. Semmi gond. Jó. Gyorsan. Gyerünk, ki még lemegy a kis kocához, cocához, fölfelé. Jó. Oké, éjjeli szekrény az üres volt, ugye? Jó. Kaktusz. Jó. Azt hiszem meg vagyunk. Oké. Na. Etessed meg a papagájt, azt utána jó lesz. Azt hiszem mindent begyűjtöttem, ami kell. Majd kiderül útközben, ha elcsesztem. Igen, boldog a papagáj, mikor megeteti. Imádom. Töröp. Na figyeljetek, most olyan speedrun lesz, beszartok. Hogy el fogom rontani ez a két lehetőség. Van, de mindegy. Jaj, ne száj, gyerünk. Képes vagy rá. Gyerünk. Kulcs. De lassú vagy, Woody. Oké, banáhé. Cucli. Nagyon félek. Mi? Bele kell öntened, te hülye! Kaktusz. Lefelé gyerünk. Mondd lefelé. Jó, belenyúlt a kaktuszba. Oké. Oké, felgyulladt a szája. Gyerünk, Woody, ne félj. Gyerünk, Woody. Nem baj, hogy hangos vagy. Úgy, igen. Oké. Oké. Jó. Engedd ki a malacot, nem laktam le a rajszögeket, mi? Rajszögeket az ágyba kéne, ugye? Jó. Hú, basz meg. Elesik? Nyilván! Nyilván! Tucsi Gameplay! Köszi a feliratkozást! Neked is jár a pingvin fej a chatbe! Élvezd a reklámmentes streamet, az emótjainkat és minden egyebet! Nagyon köszi, haver! Jó, 3/7. A rajszögeket gondolom az ágyba kell rakni, nem? Az lenne a logikus. Irány fölfelé. Jaj, nem most a cocát meg fogja etetni a izével, ugye nem?
Az meg. Nyugi! Azt hittem, hogy kikresselt a játék, de nem. Nem, nyugi. Nem kresselt ki a játék. Csak földobott valami pop-upot az asztalon, de nem kresselt ki. Jó, bocsánat. Nyugi. Jó. Most hol vagyok? Ja, rajszögek az ágyba. A malac oda... Jó van, nem itatta meg a malaccal a nitroglicerint, csak megrázta és fölrobbant a kezébe. A malac odaszart a padlóra, az fölsikálta. Még hátra van a keksz meg a rajszög, ugye? De megijedtem, hogy kikresselt a játék, de nem. Nyugi. Szegény papagáj, hát ez állatkínzás. Ez a Woody, ez most már egy állatkínzó is. Hát szarrá kéne perelni az ilyet. Ah, mindegy, meg lesz ez a pálya. Ez a játék nem tud crashelni, nincs mire. Így van. Hét per hét. Hú, zsír. Ez kemény volt. Megijedtem, hogy gondba leszünk, de nem. Úgyhogy jó, minden rendben van. Közben egyébként köszönöm szépen mindenkinek, aki küldött Lutz üzeneteket. Jól meg is nézem, hogy van-e valami kérdés, ne adj Isten, arra felé, amit érdemes lenne megválaszolnunk. Azt mondja, hogy Lutz, jó játékot, köszönöm szépen Chris Gamer, Halo RP, Zoller, Erhard, Sajtos Chips, Woodsman, Strixen, Kaluka, Patrick, Honeyhun, Panni, Koves, Elo, Dark Tords, Bálint, Exon, Viko, Bubi és Józsi, köszönöm szépen a Lutz üzeneteket nektek. A napomról beszéltem. Igen. Ingyen pénz, Lutz. YouTube-on fent lesz a stream már holnap, srácok. Úgyhogy ne aggódjatok. Kaluka Patrik küldött egy Lutz üzenetet, még sajnos nem láttátok, de hamarosan látni fogjátok, hogy szia, te kis pingvinfaszú. Ehhez azt sem tudom, hogy mit szóljak, tehát elképesztően kreatív. Szóval, ja, köszi mindenkinek a Lutz üzeneteket. Ennyi volt a kis megszakított loot percünk. Már folytatjuk is a játékot. Eközben Melitta beírta, hogy visszanézhető lesz-e. Melyik filmben van erre az a visszakérdezés, hogy dadogok meg? Melyik filmben van ez a dadogok, basz? Na mindegy. Igen, Falloutos háttérkép van, mert nem találtam pokoli szomszédokból elég nagy felbontású képet, úgyhogy Falloutos van. De ez a stream háttérképe, az asztali háttérképem, az a default Windows. Pingvin apu, nem pingvin... Te miről beszéltek? Nem is látjátok azt az üzenetet, amit én felolvastam. Mondom, hogy majd hamarosan látjátok. Nem azt írta, hogy pingvin apu. Bemásolom nektek a chatre. Hát beszarok. Hát már megszíteltek olyan dolgoknál is, amit nem láttok. Hát mindjárt hazamegyek, annak ellenére, hogy itthon vagyok. Ezt a Lutzot még nem is láttátok. Ez az. Tessék. Nézd meg, már megszítelnek a fölolvasásomba is. Hát ötös voltam magyar irodalomból negyedik osztályba. Hát srácok. Jaj. Szeretlek titeket. Ti kis oktondiak. Beszarok. Hát a troll üzenetet is kijavítjátok. Csúnya dolog. Backseat. Backseat Lutz. Jaj, srácok. Na. Azt mondja, hogy második adás idény évadzáró következik. Mindenki felkészült? Hashtag hype,
mindenki érzi a levegőbe az izgalmakat. Főzőcske, de okosan, ez az epizód címünk. Senkit nem lepett meg igazán, amikor a szegény kismalac egyik napról a másikra eltűnt, és a frigó megtelt friss pecsenyével, nem á? Na ezért most már hashtag én nem vagyok a szomszéddal. Hát mi a fasz? Hát olyan aranyos volt az a kismalac. Fölnevelte a házába és megsütötte. Hát még nem is szabadtartású. Édes Istenem. Szóval megsütötte a malacot. Rögvest elő is került a kerti grill, és azóta a szomszéd egyik pecsenye után a másikat tömi a pofázmányába. Akadt minden mellé persze némi borocska is, és véget nem érő lakoma vette kezdetét. Nem számolt azonban Woodyval, aki egy igazi... aki szintén felszolgál majd egy-két frissen sült meglepetés számára. Egy tipp. Nem tudom elolvasni a tippet, mert kilóg a magyar szöveg a buborékból. De mindegy. Kamera indul. Igen, én is megéheztem egy kicsit, Pinyő. Ez ilyen. Na, második adás idén évadzáró főzőcske, de okosan. Hősünk már érkezik is. Kutakodjunk. Komód üres, nagyon jó. Rajszög. Az van. Itt az üres ól, azzal nem tudunk mit kezdeni. Orvosságos szekrény. Abban van. Sebbenzin és növény. Növesztőszer. Permetező. Okés. Na lássuk, mit csinál a szomszéd. Kőkeményen piál. Öntözi a grillt. Meglocsolja a növény. Mi az, bassz meg? Az egy él, az egy harapós növény? Beszarok. Gyilkos növényeket tenyészt ez az állat. Nagyon durva. Jó. Lemegy a... megsütötte a hús, lemegy enni. Oké. Bezabál. Egy kis borocska pesgőcske. Ajaj, donáció. Hello Nessai, D várható lesz tőled Destiny 2 Live Day. Vaki 007 vagy Vuki, ahogy szereted, lesz a Destiny 2 élő adás, köszönöm a támogatásodat. Lesz, de most úgy néz ki, hogy csak PC-ről lesz a megjelenéskor. Az Open Beta-ról nem lesz tartalom szerintem. Szóval ja, lesz Destiny 2 élőadás, de majd ha megjelenik PC-re, valószínűleg akkor. Igen, Vénusz létcsapója a virág. D-Rec, köszönöm szépen a pontosítást. Na jó. Úgy néz ki, hogy lefelé nem jön, úgyhogy egy gonddal kevesebb. Irány föl. Banánhé. Hűtő. A húst megfűszerezzem egy kis sebbenzinnel. Ez biztos jó lesz. Bor van itt. Itt van a rohadt papagáj. El tudok bújni az ágy alatt, jó? Az hasznos lesz. Először fölmegyek. Föl tudok lopakodni, miközben eszik? Hát próbáljuk meg, Jolo. Nem áll, hát hogy hallott meg? Hát lopakodtam. Szemét állat. Nem baj, még úgyse csináltunk semmit. A kielégült arc a sarokban mindent visz. Nem halt meg a malac, csak elcserélte tehénhúsra. Micsoda? De lopakodtam, mellé nyomtam. Lehet, hogy mellé nyomtam, de... alapvetően a lopakodásra mentem. Szomszéd agresszívra itta magát. És tényleg. Mm.
Na nem baj, lootolunk serényem. Jó. Oké. Bejelzett a madár. Lehet, hogy rosszul nyomtam. Megpróbáljuk még egyszer. Jó, de ha elbasszuk, a ti hibátok lesz. Most rosszul érzed magad, ugye? Lelkiismeret furdalásod van. Lehet is. Megint félre nyomtad, kappa. Kiro, vagy Krio, nézd, van neked itt valamim. Egy meglepetésem. Fölcsavarom neked, jó? Nem ám, csak viccelek. Oké. Jó, hát nyilván nem szabad egy légtérbe lenni vele. Egy próbát megér. Rip Röfi. Szegény Röfi. Lassú voltam. Arra gondoltam, hogy fölmegyek egyből, de... Jobban járok, ha rohanok és bejelzetem a madarat. Na ugye, jó lóbazz. Inkább riasszon a madár. Ne! De nyomtam Woodyt! Arra nem számítottam, hogy Woody beszarik a madártól, és megszakítja a dolgot. Semmi gond, akkor megprenkeljük a konyhába, úgy több időnk lesz. Egy próbát megér, de ez már a harmadik volt. Amúgy igen, gyetsz! Azt kéne, hogy egy sörétessel lelőjük a madarat. Az kár, hogy nem lehet lootolni a házba. Nagyon helyes. Leraktuk a banánhéjat. Még a borba bele kontárkodhattam volna. A rajszögeket a székre, Woody! Gyerünk föl, Woody, gyerünk! A kurva életbe, Woody! Több csíny kell a konyhába, ez így kevés idő. Látjátok, itt már sorrendbe kell csinálni. Ajjaj. Hallő főnök, már régóta követlek, de még nem donateltem, szóval itt az ideje. Egyébként jó játékot, egy sörétessel lőjük le a madarat. Egy sörétessel lőjük le a madarat. Andris, nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Köszi szépen.
átmegyek ilyen havas herrikbe, figyelje, így. Igen, igen, hát nagyon akar, hogy... Rágjuk a szemüveg szárat, és úgy jó lesz, igen. Igen, ezt itt lerakjuk. Igen. A sebbenzint rárakjuk a húsra, nem rakjuk rá az ecetet. Azt se rakjuk rá, ezt se rakjuk rá. Akkor menj a felnébe, Woody, egy üdös paraszt vagy. Menj már, te szar! Jó. Jaj, bújjál, Woody! Jó. Bújj már! De rányomtam, hogy elbújjon és előjön a paraszt, bazd meg! Hát mi a kurva Isten faszát? Veto, family friendly. Miért nem az előre a gombra nyomok amúgy? Ezt eddig nem tűnt föl senkinek. Hát, bazd meg. Saj, Woody, te paraszt! Fogyatékos vagy. Ja, várjál, a hűtőből veszi ki a cuclimuclit. Nem ezt. Ezt. Ezt se. És ezt. Ezt se. Mi az anyámat akarsz ott? Csíny nélkül meg nem érek föl, mi? Le kellett volna rakni a teli bevert izét. Vesz egy hús. Aha. Csíny nélkül nem érek át. A rohadt életbe. Jó. Lerakjuk a banántot. Most rakjuk le a rajszöget. Ne, az ecetet rak be a borba. Azaz. Igen. Jó, rohanj le. Rohanj, rohanj, rohanj. Ilyen vicces lenne, hogyha Woody is elesne a banánhéjon egyébként, nem? Hova raktam a rajszöget? Ja, a székre. Oké, egy segges. Az ecettől lehet, hogy le fog rohanni, hányni, nem? Inkább elbújok a szekrénybe. Nem. Azt meg. Gyerünk, gyerünk, Woody, menj föl, menj! Menj, 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 menj! Á, bújj el, á, fosok, bazd meg, nem merem ilyen gyorsan. Ott maradj, Woody, az ágy alatt. Ja, de még a húsér megy, bazd meg. Mit basztam el? Nem ide kell? Ja, ott hátul a izé, jó, oké. Édes Istenem. Ja, a spritznibe kell belerakni a cuccot, jó? Ja, mert most ég a cucc, ám most kell rakni, jó? Gyerünk, pörköld bele a grillbe. Nem.
Mi a fasz? Ja, igen. Ezt a izébe kell rakni. Ah. Jó. Rájöttem. Tudtam, hogy csak rágni kell egy kicsit a szemüveget. Na, figyelj! Showtime! Úgy, most felgyullad. Poroltó, meg van kötözve. Megkötöztem a poroltót. Igen, most jön a növény. Növény növesztővel. Ham! Ah, oh, yes! Sikerült! Nehéz szülés volt, de csodálatra véltó teljesítmény, majd minden epizódot csúcs volt! Hát csak egy ezüst szobrot kaptam, nem baj, nekem az is elég. Az óra meg folyton pittyeg, ne pittyegjél már óra. Túl sokat lájkolgatjátok az Instagram képeket. Na jó. Második adásidény letudva, köszi a GG-ket, srácok. Kösz. Úgy csapta le a virágot, mint Bud Spencer a filmekbe. No. Yes. Hogy állunk időbe? Igen, a telefonom működne, az sokat segítene. 16-25, ó, hát még rengeteg időnk van. Nyomjuk! Harmadik adás idény. A záró szezon. Hát most dől el minden. A nagy mosás napja. Eljött a nagy mosás napja a szomszéd számára. Ideje kimosni a zsíros ágyneműt, és helyre pofozni a házat. Ha a mosás kész, ideje teregetni, vasalni, mielőtt minden visszakerül a helyére. Budit ismerve tuti biztos, hogy lesz elég tisztítani való. Az meg, a szomszéd takarít, érted? Jobbá teszi a lakását, és Budi oda megy megint köcsögösködni. Na jó, kezdjük. Harmadik szezon. Van egy okos órája, de telefonon nézi meg az időt. Az igazság, Dani, hogy most megfogtál. Erre nem tudok mit mondani. Here comes the money. Ajjaj. Szevaneszáj, régóta követem a munkásságod, most eljött az ideje, hogy jetoljak. Nem akarsz filmkritikákat is csinálni. Eljött az ideje, hogy jetoljak, az a jattolás. Grabó, köszönöm szépen a támogatásodat, nagyon szépen. És nem akarok filmkritikákat csinálni. Most volt egy ilyen Power Rangers kritika a stream elején, az elég volt. Köszönöm, Grabó, örülök, hogy nézel. Köszi. Na! Akkor üveggolyókat kiszedtük a komódból. A szomszéd lement mármint hogy mosni. Utána följön. Itt van a kis kutyája. Remélem őt nem fogja megfőzni. Hol a papagáj? A papagáj sublimált? Vagy mi? Az meg nézd, már ilyen kocka szobája is lett. Mit dolgozik a szomszéd, hogy ennyi pénze van, hogy ilyen szobákat épít? Nem szégyelli magát? Beszarok. Ó, amúgy még kutakodhatnék a fürdőbe. Semmi. Mosógép. Minden üres, nem áll. Oké, itt egy fogó.
Igen. Jó. Gyerünk gyorsan! Lootolás, lootolás. Azt mondja, miket loptunk? Üveggolyó, szerszámkulcs, egy üveg vörös bor. Oké. Okay. Gyerünk föl. Szemetes. Igen. Hűtő. Hűtő üres. Hova megy most? Még ott dolgozgat. Vasalni megy. Jó. Föl is kéne jutnom. Legközelebb fölmegyünk. Úgyhogy irány le. Igen. Szeretek először belútolni mindent. Igen, ott tereget. Ja, most kellett volna fölmenni, amíg a halakat eteti, mindegy. Halacskákat megetette. Kimegy a szárítóhoz. Jó. Jó lesz ez, csak össze kell rakni a képet. Beszedi a ruhákat. Addig fölmelegszik a vasaló, igen. Jó. Most jön le. És nem erre fog lefelé jönni, úgyhogy elvileg fölmehetek. Aha. Kutyus nem ébresztjük fel természetesen. Jó, lássuk mi van itt. Azt mondja, hogy nyitjuk a dolgozószoba fiókját. Ott is van valami papírvágó, nagyon jó. Gyerünk át ide. Úgy, nagyon jó. Jó. Bújjunk el, mert jön vasalni. Összegezzük a lootunkat. Azt mondja, üveggolyó, szerszámkulcs, vörösbor. Mi ez, UTP kábel? Ja nem, csak sima kábel. Papírvágókés. És kertészlapát. Jó, nézzük meg, mire tudjuk ezeket használni. Kertészlapát egy kis virágföldet túrni. Virágföldet túrni. Tegyem tönkre ezt a növényt. Lehet. A papírvágó kés. Igen, azt gondolom kivágjuk a porszívót. Ó, itt lehet valamit csinálni a madáreledellel is. Akkor azt még be kell gyűjteni. Azt mondja, hogy villanykábel. Á, a villanykábelt gondolom itt. Itt mókoljuk meg a tócsába. Az üveg vörösbor. Mit csináljak a vörösborral? A vörösborral le kell önteni mondjuk a ruhákat, vagy valami, a tiszta ruhákat, amiket kiaggat a szárítóra. A szerszám kulcs. Hát mit szedjek szét a szerszám kulcssal? Lehet, hogy a vasaló állványt. Nem tudom. Az üveggolyót bárhova lerakhatom. Hát ez az elképzelés, majd most kiderül, hogy mennyire van igazam, vagy mennyire nincsem. Hol van most a szomszéd? Lent van. Akkor addig... hát itt fönn nem tudok semmit csinálni. Az üveggolyókat lerakhatom. Jaj, de már jön vasalni. Na gyere vasalni, rakd ki a ruhákat. Úgy.
irány lefelé. Madár eledel. Rekt. Madár eledel, azt mire használjuk? Rakjam bele a mosószerbe? Nem. A madár eledelt lehet, hogy a hal eledelbe kell belerakni. Jó. Menjünk le. Belevezetjük a kábelt a tócsába. Nem? Biztos? Ja, így. Oké. Okay. Jó, ezt itt megbuheráljuk szépen. Nagyon jó. Ez itt mókás lesz. A centrifugát buheráltuk meg. Nézzük. Woody egyre durvább, most már árammal megrázza a szomszédot. Nice. Addig kivágom a porszívót. Mi van, nem lehet kivágni, Woody? Behagynom. Mi van, rárobbantak a ruhák? Bazzik, föl kéne mennem. Ő is jön föl. Gyerünk, Woody, tempó! Bújj el! Úgy. Nem tudom, hogy lesz meg a 8, de... Lerakja a izéket. Most buheráljuk meg az asztalt. Nem tudok megbuherálni az asztalt? Bújjál, Woody! Jó. Locsold le a ruhákat. Nem? Istenem! Elbasztam! Semmi gond. A tervezés az fantasztikus volt. A fejemben tökéletesen hangzott a terv. Jó, na gyorsan lootolunk. Most azért már tempósabban fog menni ez a dolog. Az előző volt a felfedezőkör. Az üres, jó. Megy lefelé, addig én megyek föl. Menj már, Woody, ezt úgy utálom, olyan szar a kezelése sajnos a játéknak. Madár eledelt felvesszük, igen. Úgy. Nagyon jó. Menjél fölfelé szépen. Úgy. Mi meg megyünk lefelé szépen. Gyerünk, Woodykám, tempó, tempó, tempó. Vezesd a kábelokat, hogy... Igen. Vedd fel a vörös bort. Vedd fel a szerszámot. Igen. Buheráljad meg a mosógépet, vagy mi az a centrifugát. Nagyon jó. Oké. Igen. Még tereget a hülyéje. Honnan volt a késem? Kést elhagytam valahol.
Késem is lentről volt? Hmm. Ja, késem föntről volt, jó. Okay. Gyerünk fel, Woody. Meglettél villámcsapva. Madár eledelt a halkajába, az esetleg. Nem. A fasz ki van. Jó, megvan a kés. Per 8. Vajon ha lerakom az üveggolyókat, akkor rásik a hülyére a forró vasaló? Nem esik így rá. Ja, a ruhákra... Éj! Madár eledelt kell rakni a ruhára. Hát ezt megint elbasztam a rohadt életbe! Nincs rá idő. Ide kell valami csínt csinálni, mert különben túl gyorsan jön vissza. Mindegy, legalább rájöttünk, hogy hogyan szaratjuk össze a ruhákat. Jó. Kemény ez Dasis harmadik évad, kemény. Tempó, Vudoár, gyerünk, Vudoár, tempó. Jó, nem volt semmi. Stenir! Kika az utálkozókra, kappa. Stenir, szevasz, köszönöm szépen a csírt. Nem is vettem el eddig. Mi ez? Mosószer. Ó, bazd meg, nem kell. Fuss, fuss, Woody, fuss vissza, fuss! Woody, menj! A rohadt... Jó, 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 nyugi. Minden rendben van, nyugi. Majdnem elbasztam, de nem basztam el. Úgy kötözd be, Woody. Nagyon jó. Vörösbort nem lehet beönteni a mosógépbe amúgy. Dehogy nem. Jó. Ezt is megbuheráltuk. Nagyon jó. Nem hagytam itt semmit, ugye? Fú, hogy néz ki a mosógép, hát nem a vörös bor jut róla eszembe. Jó, jó lesz ez, jó lesz ez. Még valahogy az kéne, hogy a forró vasaló ráessen a fejére. Irány föl.
közben itt ő meg mindeneződik. Azaz. Mi van itt? Fiók, igen, fiók. Igen, akkor rakjunk mosószert a halkajába. Igen, na végre ez jó. Akkor üveggolyó. Úgy. Igen. Bazd meg, Woody, mit keresel itt? Menjél már vissza. Woody önálló életre kell néha. Jó, 3/8. Az üveggolyó 4, az 5, az 6, a porszívó az 7. Tudtam, hogy egy valami hiányzik. Valahogy az kell, hogy ráessen a vasaló. Most ugye kirakja a ruhákat, ugye? Igen. Elmegy a halkajáért. Gyerünk, Woody. Újjel, Woody. Jó. Az 5. Gyerünk lefelé, Woody. Szaros ruha. Vágjuk a porszívót. Valamit kéne a kertészlapáttal. Egy kis lapát virágföldet túrni. Ott fönn az erkélyen kell összetúrni a cuccot? Elbújtam. Ja, de nem, hát le kell rakni. Jaj, de hülye vagyok, gyerekek. De hülye vagyok. Kilapátoljuk a földet. Elbasztam. De rájöttem, hogy ki kell szórni a földet a szőnyegre, hogy porszívózzon. Igen, azt akartam mondani, hogy a manóba. Természetesen. Mérges vagyok most. Nem, ezt oda. Tempó, Woody.
Majdnem elrontottam a nagy kapkodásba meg én. De csak majdnem. Mit csináljak a forró vasalóval? Ó, meg lehet buherálni, jó! Akkor megvan az utolsó csín is. Töröp-töp-töp-töp. Türelem, pingvinek, most már meg lesz. Türelem. Fiókat elfelejtettem. Süti szörny Hun, nagyon szépen köszönöm az adományodat, elnézést, hogy a csodatos táncom elmaradt. Csak itt nagyon nagy rohanásban vagyok. Menj már, Woody, te szerencsétlen fos! Szóval Süti szörny, nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Köszi, állat vagy. Köszönöm szépen. Gyerünk, Woody! Gyerünk, Woody! Konnektor! Igen, vörös bor. Jó, tudom, hogy te közben megszívod, nem érdekel. Igen, szerszám. Igen. Ja, várjál, buherálás. Igen. Igen, nagyon jó. Még tudok földet lapátolni, nem? Elvileg még tudnom kéne. Istenem, Woody, ezt a tempót! Hát most nyomtam rá! Na végre, és kétszer kell rányomni, megőrülök. Annyira rossz az irányítás, megzavarodok. Tedd le, Woody. De ide tedd le, oda! Akkor oda! Igen. Jó. Gyerünk föl, Woody. Mosószer. Azaz. Elvileg kész vagyunk. És csak remélkedem, hogy nem felejtettem el semmit, srácok. Szárító az öt. Szívózás. Igen.
ki a ruhákat. Megeteti a halucit. Gyerünk, Woody! És elvileg ott a 8, a szaros ruha. Édes Jesus Christ, ez kemény volt. Jaj, édes Isten. Nyolc per nyolc, 88%-kal. Ez egy ilyen isteni jel. Hogy állunk időbe? Még van egy kicsi. Jó, hát akkor nézzük meg még a második pályát is. Egy kicsi mozgás mindenkinek kell címmel. A szomszéd végre elszánta magát, tesz valamit az egyre növekvő pocakja ellen. Kipróbál az égvilágon mindent, a gyúrástól a jógán át a trambulinig, hogy a kocsonya helyére valami muszkli kerüljön. Garantáltan meg is lesz dolgoztatva, amíg csak Woody a házában ólálkodik. Hát ez elég buzisan hangzott ez a leírás, de semmi probléma nincsen. 10 darab csíny kell. Ez kizár dolog, hogy meg fogjuk tudni csinálni ezt a 10 darab csínyt. Úgyhogy srácok, én azt mondom, hogy mára ennyi. A pokoli szomszédokból. És szerintem jövő héten is csinálok belőle egy streamet, és akkor be fogjuk tudni fejezni. Aztán majd jöhet a második rész, ki tudja. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, köszönöm szépen mindenkinek, aki először itt járt és bekövette a csatornát, köszi mindenkinek, aki a figyelmével megtisztelt, köszönöm azoknak, akik támogatást is küldtek, köszi, akik loot üzenetet küldtek, köszönöm, akik feliratkoztak, és minden egyebet köszönök, hogy egyáltalán ezt csinálhatom nektek. Jól szórakoztam, annak ellenére, hogy fölbaszott egy párszor az irányítás, ez nagyon-nagyon-nagyon király volt, én remélem, hogy nektek is tetszett. Most mehettek is át a YouTube-ra 5 percen belül, ugyanis érkezik a mai gaming videó, ezt kedden fölrakom a YouTube-ra, úgyhogy visszanézhető lesz. Lesz még a héten élőadás szerdán és csütörtökön is, úgyhogy oda is várlak titeket túl áradó szeretettel. Én még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, nagyon szép délután nektek, pingvinek, pihenjetek, érezzétek jól magatokat, és nagyon sok erőt és kitartást erre a hétre. Szerdán találkozunk élőben, a YouTube-on meg még nagyon-nagyon sokat, úgyhogy köszi, hogy itt voltatok, srácok, lányok, fiatalok, idősek, pingvinek, fácánok, majmok, mindenféle állatfajnak. Jó pihenést! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!